Gumiszoba! Második rész! Szevasztok! Köszöntünk még egyszer mindenkit. Mi baj a van? A gumiszoba visébe egy pillanatra egy képkocka elég felvillan a régi kalózoknak a koponyája. Igen, ez neked, itt van hátul a... De ott nem látszik. Várjál, ezen tényleg nem látszik, de egyébként itt van, benne van egy picit. Tegyük be csak egy picit a full screenbe a gumiszobának a fő címét, de nem kell hanggal, csak úgy tekerjetek bele. És ott van egy olyan részben, a kalózoknak a izéje. Igen. Én ezt most vettem észre. Tényleg? Hát de mert hát annak a műsornak az utó érzését, a próbálja ez a műsor. De szerintem a többiek sem észrevettétek, ezt Peti teszt észre, nem? Én ezt tudtam, hát ezt én kezdetek úgy tudom. Most vettem észre véletlenül, szerintem ez a tévé az úgy frissít, hogy pont akkor. Hát az a tévé, ez úgy frissít. Ez úgy frissít, hogy az előbb megmerevel egy képernyőt. Ez menni fog a srácoknak? Vajon ez a... Mindegy, nem lényeg, majd megnézzük még egyszer. De a végén megnézzük. Teher alatt nő a pálma, menni fog. Na, csináljuk, na akkor csináljuk. Feladjuk a feladatot. Élősbe is keresheted, legalább beszélünk róla. Igen, hogy milyen érdekes, hogy hol van. Na, de mert hogy ott van, majd lehet látni egy pillanatra tényleg felvillanni. Egy képkockányét. Nem, itt tekerünk vissza, akkor nézzük meg fordítva, jó? És majd itt lehet látni. Itt lehet majd látni. Nyomd a visszafelét. Nem ez, hanem majd itt mindjárt az elejénél lehet látni. Ez hát vissza az elejére. Igen. De ez már legeleje volt. Na indítsd el! Indítsd el rendesen. Csak hangja lesz. Indítsd el! Na, és akkor ott mindjárt lehet látni. Benne van a koponya. Ott mindjárt megállítjuk, ahol lehet látni. Most ott volt. Ott volt. A 7 meg a 8. Hát visszalépjél vissza. Nagyon picit menjél vissza. Igen. Ott van. Még egy az ott van. A háttér hatalmi törekvések. Hallod, ez kajakra, komolyan ezt mondom. Ezt nem tudtad? Nézőknek. Jó, de vegyük már le, azt hiszik, hogy nincs adás. Hogy a nézőktől kérdezem, hogy tényleg Facebookon írja már meg az ember, aki ezt. Te ezt a Peti sem vette észre sose. Hát hallom, szarok rajtatok, hogy ezt nem ezt tudtátok. A bűdös, hát, ez a élet, de nem nézegetem az izit, ugye, amikor én megy egyszer-kétszer, mintha láttam volna, de elfogtam annak, hogy esetleg valami hiba a képen. Hogy hülye vagy. Nem merted mondani, tudod, hogy... Ez a Rémus ötlete volt egyébként. De ügyes, a kalózok átvették az irányítást a Fix TV-ben. No. Szóval igen, a gumiszobát látjátok, ezért a második részt Dorival. Zolival. A vágónak még egyszer, Zoli, igen, Vendivel. És egyre kevésbé a vágónk, hogy itt gyorsan kell állni. Gyorsan kell állni. No, ugye jöttek Facebook hozzászólások, azt nem is néztük, hogy ami még, csak hogy nem maradjunk adósak, így időnként megválaszoljuk. Meg a utána, videó alatt utána is. Megyünk természetesen a következő témához. Viktor írja nekünk, Zoli az M1-en éjfélkor megy a himnusz, majd folytatják a műsor. Na ugye, hogy akkor miért nekem? Aztán hello, Zoli! Igen. Csak te vagy a műsorban. Igen. A hangerőtök egyszer halk, utána meg túl hangos, ha emelitek a hangotokat. Miért a tiéd nem ilyen? Tehát tudod, szoktál halkan is beszélni, meg hangosan is! Hát az egyik hangosabb, a másik halkabb. Hát ez ilyen, bakker. Ezek szerint nem húzza vissza a poti a hangotokat, hogy azonos hangerőn halljunk titeket? Nem. Ez nem egy szimfonikus zenekar, basszus. Jó, igyekszünk akkor. Szép lenne, hogyha a suttognánk, az is ugyanolyan hangos lenne, mint amikor üvöltünk. Tehát, hogy miért? Nem így működik a hang. De ez jó lenne. Szerintem. Beállíthatjuk, itt csak elég hülyén fog hangzani, mert akkor csöndben vagyunk, akkor itt tudod, mint a régi VHS felvételeken az alámondásnál, hogy csönd van, és akkor jön be a tér, tudod, így. És hallod még azt is, hogy anyu, mit tudom, hogy mosogat kint a konyhába, majd megszólal, és akkor visszarántja, tudod. Lehet ilyen. Nyomj el szívecskéket sokat. Bár a noise gate meg tudja oldani még ezt a problémát. Na jó, is, de azt nem szeretjük. Aztán, ja, ez baj, Zsolt hozzászólása pedig már volt ugye az orlandói, illetve Washingtonból orlandóiba repülése kapcsán mesélte az élvezeteit el nekünk. Na! Kommentek voltak még az előző videó alatt. Ja, hogy videó alá is kommentelte. Igen, volt azt egy olyan, hogy haj, sziasztok! Aztán a közönség találkozó műsorra utaltatok? Lehet. Ki tudja. Ki tudja, mire utaltunk? És ti mire utaltatok? Ki tudja? Csak ha erőltetiteket, ha már ennyire erőltetitek. Kicsit rossz a hang, a tévén nézem, azt írják. Egy másik. Igen. Dávid. Kicsit rossz a hang. Igen. Illetve az, hogy igazság. De jó, mert itt vissza tudjuk nézni, ugyebár mikor kommenteltek, igen. És hogy az, hogy mire mondta, hogy igazság, bár aláírta azt is, hogy náci. Arra gondoltam. Valaki meg azt, hogy Pet. Pet. Az többet. Házi állat. Ott már sok volt a... Kis házi állat. Igen. Igen. A Pet. Kis böfögést ott.
Peti! Na! Peti ceruzájáról régen beszéltünk. Várjál, a másikhoz volt kettő hozzászólás. Már a másodikhoz már van hozzászólás. Igen, kettő is. Igen. Egyszer. Egy? Várjál, előrébb tekerem. Azt nem fogod tudni, csak ilyen, csak ott beletekelsz. Ja, igen. Az élő adásban? Van egy olyan, hogy azt a mindenit. Igen. És... Gondolom, a mellene gondoltam. És a másikat nem tudjuk. A dekoltázsodra gondolom. Na, dekoltázs? Na, dekoltázs. Na, jó van. Ennyi? Nem tudom, nem jeleníti meg a másik. Viszket az orrom, bosszus leszek. No, vakar, meg te is. Akkor mehetünk tovább? Minek vakarja meg az orrom? Hogy ne legyen rá bosszus. Vakar meg azt a mindenit. Jó, na, menjünk át a szivárvány színű óvodára, na, vagy legalábbis a kerítésére. Ugye pár héttel ezelőtt felrobbant a hír, meg az internet azzal. Gusztustan már pillanat. Halál gusztustan, hogy mostanában minden ilyen hülye hírhez azt írják, hogy felrobbantott az internetet az a hír, meg bombaként robbant a hír. Hát nem. De hát ez az volt. Most arra szórakoznak, érte az ember rögtön, ahogy kattintás miatt, ugye, hogy a bomba, meg a robban, meg ilyenek, erre kattint minden hülye, és ezért az ilyen tök egyszerű dolgokra is, hogy mit tudom, hogy Kispista Jóska szart egy nagyon bomba méretű szart Kispista Jóska. Anyádat! Zoli, ez 10 évvel ezelőtt nem ugyanígy volt. Mindenbe beleköt, mindenbe, mindenbe. Na, tehát maradhatsz a szivárvány színű, szivárvány színű a kerítés, gyakorlatilag ugye Pomázon aznak a bizonyos óvodának, vagy iskolának a kerítés. Nem oda volt? Oda volt, de iskolának mondja, mindegy, lényegtelen ebből a szempontból. Amilyen ostobaságnak tűnt, akkor a ügyet csinált ugye belőle Sarkadi Attila pomázi jobbikos önkormányzati képviselő, ugye a felháborodásából. Ugyanis azon borult ki, hogy a civilek szivárvány színűre festették le a pomázi Mátyás király általános iskola kerítését, márpedig ugye szerinte, márhogy Sarkadi úr szerint, a szivárvány színű kerítés színei pontos másolatai a homoszexuális, az úgynevezett szivárványos zászló színeinek. És na hát az egész szivárványnak. Csak beszarok. Fölnézünk azért... az égre, és ez egy durva meleg kontra. Azért érezzük, hogy buzi, a, buzi az időjárás egy. Is. Tehát, hogy... Azt a buzi időt te. Milyen buzi meleg van? Buzi nyírkos idő. Azt akartam mondani, amit már elmondtam nektek adáson kívül is, hogy a Sarkadi úrnak az nagyon-nagyon-nagyon nem jut el az agyáig, hogy egy gyereknek a szivárvány az még nem a buzolásról szól, a szivárvány, az a szivárvány. Tudjuk, hogy miben készül az egész. Aminek a tövében a koboldok elrejtik az aranyat. Hát igen, a vagy ha átszaladsz, akkor kívánhatsz egyet. Így van. Ez szivárvány, nem kell többet belelátni. Ez nem a melegjogi aktivistáknak a zászlajának a színei. Nem, a szivárvány színeit kölcsönözték a sokszínűség révén, ugye mert a szivárvány sokszínű, és elfér mégis egymás mellett, ezt vették alapul ezek az emberjogi aktivisták, ezért ezt a színt, ráadásul még hát egy ilyen... színes, basszus, hát színes, tehát most milyen legyen fekete, meg fehér, az olyan szokványos, hát legyen színű, fekete, meg fehér lenne, meg mondjuk piros, akkor vagy náci, vagy kommunista. Igen. Már mondjuk elgondolkodtad abban a szempontból, bocsánat, hogy lehet, hogy én mondjuk nem festettem, én most festettem nemrég kerítést egyébként, teszem hozzá, nem festettem a szivárvány színű a kerítést. De te nem is vagy iskola vagy óvoda. Hozzáteszem valamelyik magyar festékmárkának, akik a... az ülői, nem ülői, de ülői és a Hungária környékén, ott volt végig festve egy ilyen betonkerítés, és a márka, illetve szivárvány színűre volt festve a kerítés. Hiszen ugye a szivárvány palettá. Mert hogy ez egy festék márka, de és minden színben a szivárvány összeszínében tudnak. Nem tudom, meleg maffia van a háttérben, minden hát mutatja. Én azt mondom, a Velvet Mafia ott is üzemel. Igen. Így van. Bárha sőt, tehát akkor elgondolom, akkor kivonjuk az olaj például a földre, olyan, igen, és a fény visszacsillan rajta, igen. Ott is gyakorlatilag szivárvány minden színében csillog. Akkor a prizmákat is melegek. Buzi az olaj? Vagy, igen. Tehát, hogy... igen. Elsikadt ez az info, igen. De már nem is mét lenne. Na, mondjad, de... Mondtam, hogy a médián belül a Velvet Mafia azért működik. Persze. Buzi mafia létezik. Jó, de tagadsz! Szóval... tagadsz te szemét, te is az ő emberük vagy. Így van. Na, tehát ez a lényeg, és állítólag ugye, tehát azért kellett egy kérdőívet a lakosság körében, meg kellett kérdezni, egy helyi népszavazást csináltak arról, hogy maradjon ilyen színű az iskola, mert állítólag többen panaszkodtak is. Mindez erre. A 14 degeneráció. Na most a következő volt ugye a kérdés, tehát... tehát mi volt ott, igen, tehát hogy összesen 498 családnak küldték el ugye ezt a kérdőívet, mert hogy őket érinti a oda igen, mert vagy gyermeket, látják, vagy valami. Látják az abban. Következő a történet, 464-en azt mondták, tehát az volt a kérdés, hogy maradjon-e a kerítés színe, 464-en azt mondták, hogy maradjon,
11-en, vagyis 3-mal kevesebben, mint ahányan állítólag nyavajogtak, tehát bepanaszolták ugye, hogy hát ez felháborít, hogy ilyen színű a kerítés, annyian mondtak nemet, tehát hogy ne maradjon, és 14-en pedig nem is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mert egyszerűen hülyeségnek tartották, hogy egyáltalán ilyenre válaszolni kell egy ilyen kérdés. Egyébként, ha belegondolsz, tényleg. Igen, tehát, ez egy nonsens baromság. Ilyenért jó, hogy nem népszavazza. Jó, mi nem kérdeztél meg az országot erről? De ez három mondat a legjobb. Tehát tudta? Tehát komolyan. Igen, tehát egyébként, hogy... ha nem tetszik, telerakják ilyen plakátokkal úgyis, tehát nem mindegy. Nem mossuk már össze, nem mossuk már össze ennek a jobbikos, vagy lesz záró mondat, nem mossuk már össze ennek a jobbikos képviselőnek az agymenését az éppen zajló, neked mondjuk nem feltétlenül tetsző plakátkampánnyal. Tehát a kettő az nem ugyanaz. Persze. Nyilván, hogy nem fognak le tudta feliratú euró plakátokat rakni, csak azért, hogy eltakarják a szivárvány színű tehát nettő állítsuk már be dicső kormányokat. Jó, dicső, vezetőket, így van. A propaganda homo... gépezetet nehogy véletlenül por kerüljön a szerkezetbe. Igen, a még csak véletlenül a por, sem. Igen, tehát, hogy véletlenül se állítsuk be őket homofóboknak. Nem, semmiképpen sem. Nagyon támogatják a meleg felvonulást. Persze, úgy támogatják, a nagybani piacra velük természetesen. De volt ilyen tényleg? Hát nem ez volt, ezt mondta Tarlós annó. Király! Menjenek aztán, bohóckodjanak a nagybani piacon. Az elég buzis, oda lehet. Paradicsom van, tojás van. Nem is ez a lényeg. Kéznél van a kodén. Na tehát maradhat a szivárvány színű kerítés, a homofóbok pedig aggódva vizslathatják majd gyermekeiket, hogy nem lett véletlenül valamelyikük homoszexuális ettől, hogy szivárvány színű a kerítés. Mert hát logikus, hogy ettől az lesz. Valahogy gyerekkoromban én is egy csomó mindent láttam ilyen szivárványos színekben, de mégsem lett. De azt hiszem, hogy egyébként ez van is egy ilyen, vagy volt ilyen, sok iskolának alapból ilyen volt. Volt is egy ilyen iskola, mint egy piros iskola, kék iskola, nem tudom, és voltak ilyen színek. Tehát az is a szivárvány színeiből, és volt egyébként, ez nem az első ilyen, hogy szivárvány óvoda. Szivárvány óvoda, van is olyan, van tényleg. Van szivárvány óvoda. Oda járnak, habozik gyerekei. Így van. Magyarországon sok ilyen lehet tényleg. Ezt akartam mondani. Itt megengedik. Tömegbe verődve járnak oda, habozik gyerekei. Tehát miután összeházasodtak a melegek, onnantól kezdve a gyerekeik, majd ha szülnek egyet valami utó módon, akkor oda járhatnak a szivárvány. Ez, mint az egész kérdés. Az örülök, hogy ez az ember a közpénzből, ugye azt hiszem, hogy ezek az önkormányzati képviselők is közpénzből ilyen baromságok. Közpénzből gyűlölködnek. Tehát, hogy sőt, ez nettó rasszizmus. Egyébként van, ennél fogva a temperát gyártó cégek is mind biztos a Velvet Mafia kezében vannak, hiszen ugye bár szivárvány színeinek megfelelő, illetve már bocsánat, de a színkeverés sorrendjébe rakják bele a festékeket a dobozba. Velvet Mafia létezése az összeesküvés elmélet. Nem létezik olyan a médiában, hogy Velvet Mafia. Bárki. Ez olyan lenne, mint ha azt állítanánk, hogy mondjuk, ilyen teljesen agyament ötletet, hogy izraeli vallású emberek kezében van a média. Tehát ezek ilyen összeesküvés, ezt felejtsd el. Izraeli vallású? Tehát, hogy izraeli származású. Még véletlenül sem zsidózhatunk ugye adásban. A zsidózhat, csak nem tudom, az olyan nem tudom milyen. A zsidózás miatt? De bármilyen, most miért kell megint kategorizálni bárkit is? Ez az. Én is ezt mondom. Én lány vagyok, vagy fiú, ki tudja? Igen, ne hagyd magad ilyen nemi sztereotípiákba bekskatulázni. Tehát, hogy attól, hogy melled van, meg nunid, attól, meg fester magad, és... Igen, és de arányos a kisgyermek a babakocsiba, és fiú vagy lány, majd a felnő eldönti. Jogos, mi van? Farafát a nuniba, hát mi? Na hát ezen túlább is ugorak. Ez körülbelül ennyit is ér ez a téma. Körülbelül. Na, menjünk tovább, mivel folytassuk. Lelőtt kutyus? Ja, igen, ez a hülye vadász lelőtt a franciák kutyáját. Igen. Félfüllel hallottam. Érdekes meg a nevem füle. Na, igen, szóval... Ennyi, hát ezt földobtuk a kérdést. Van-e? Én jó. Én azt gondolom, hogy a vadász, aki kutyára lövöldözik, az menjen az anyjába. Csak hogy akkor, hát ha valakinek még új ez a történet. Megtalálták egyébként a kutyust a Dunában. Bedobta a paraszt? Igen, tehát hogy ráadásul. Tehát ugye arról szól a történet, hogy állítólag a kutya eltávolodott a gazdáitól, és veszélyeztette ott a vadakat. És ezért a vadász lelőtte. A vadakat terelő juhász, igen. Azaz vadász. Ugye megtalálták annak a kutyának a tetemét, amelyet néhány napja vitatott körülmények között lelőtt egy vadász Szalk-Szentmártonban. Az állat francia túrázóké volt, akik éppen kerékpárral mentek, amikor a mellőlük eltávolodó kutyát lelőtték. A kutya holttestét a Dunában találták meg. Ami azért furcsa, mert a helyi vadásztársaság vezetője azt állította, hogy szabályszerűen elhantolták az állatot.
tehát hogy miután lelőtték természetesen. A tetem megtalálásának ott volt, az állatvédőrség is. Az operatív vezető elmondta, hogy néhány napja harcolnak azért, hogy a tetemet visszakapják a kutyák gazdái, ugyebár, de a vadász társaságnál hiába érdeklődtek, nem kaptak érdemi választ, illetve segítséget. Közben a rendőrség elmondása szerint hivatalból nyomozást indított, feltehetőleg állatkínzás miatt, így a hatóságokhoz futott be a lakossági bejelentés is, hogy Szalkszentmártontól délre a Dunában úszik egy nagy fekete kutya teteme. Az állatvédőség már korábban jelezte a rendőröknek, hogy a gazdától kapott adatok alapján segítenek majd az azonosításban, úgyhogy a rendőrök csónakba ültették őket, 15 percnyi hajókázás után együtt valóban megtalálták kutya holttestét, ezután a csip segítségével azonosítani is tudták a kutyát, és engedéllyel elvitték elhamvasztatni a tetemet. Szomorú a hír, ugye a lényege az előzmény igazából itt a dolognak mindegy. Tehát, hogy ez történt. Hogy állítólag ugye eltávolodott a gazdáitól, és hogy ez volt a magyarázat, hogy veszélyeztette a helyi vadakat, amik ott volt. Már állítólag kiszúrt valami vadat magának kutya, és azután kezdett el rohanni, és ezért lőtték le. Igen, ez reális. Igen, ez rohadt kurva anyját. Ez reális, igen, valószínűleg, hogy ez így volt, jó. Az és a hazugság hogy... része, ami meg a felháborító pluszban benne. Igen, hogy ők azt állítani, és várj, és hivatalból, igen, és közben a igen, ott hivatalból hazudozik az egész vadásztársaság egy ilyen gyökérnek a kedvéért. Igen. Mert igen, valóban van olyan, hogyha egy kóbor kutya ott van, ugye azt megfigyeli a vadász, és ha látja, tehát hosszas megfigyelés, ugye, igen. Látnia kell, hogy nincs rajta nyakörv például. Tehát ugye nem hiszem, hogy egy vadásznak az a feladat, hogy egyből lelője. De tudom, ilyen vérszomjas, milyen ember megy vadásznak? Várj. Kezdjük már azt. Ez egy ősi szakma, ha így nézzük, de... Mint a prostitúció is. Igen, az, de ugye mi volt a célja annak idején? Az volt a célja, az élelemszerzés volt a célja. Manapság nem nagyon kell vadászkodás. Most már a vadgazdálkodásra, tehát annak megvan ugyebár a maga menete, az, hogy hogyan kell a vadakat kiritkítani, az, hogy fenntartani a helyi ökoszisztémát, mert azért most már az emberek közbeszóltak, megvannak azok az ökoszisztémák, amiket fenn kell tartani. Ebbe az ember, mivel beleszólt, ezért benne kell ugyanúgy hagyni a kezét. De nem feltétlenül ez a módja, sőt, ez egyáltalán nem a módja. Tehát a vadászat, az egy ősi szakma, én nagyon nem tudnám űzni, egyáltalán nem tudnám űzni. Van több vadász ismerősöm, akiket én mélyen tisztelek, és ők is, ezért tudom őket tisztelni, mert ők viszont tisztelik az állatokat. Tehát megvan az a verzió, aki sportból öl, és megvan az, aki vadgazdálkodási jogból, és azért, mert mondjuk ugyanezt tanulta az apjától, a nagyapjától, és mondjuk értelme van annak, amit csinál. De ez nem az a módja. Hát ezt nem lehet elfogadni. Abszolút nem. Jó. Ilyen ez egy degenerált vadék. Pont. Bocsánat. Sajnáljuk. Jó, sajnáljuk, mert egyébként, tehát most gondolod, hogy tényleg ide jön egy francia pár kutyájukkal minden, és túráznak itt a Magyarország egyébként nagyon szép helyein, és akkor a kutyájukat csak úgy lelövi valaki. Tehát, hogy először is így, tehát olyan nagyon messze nem lehetett a kutya, ők maguk is mondták, hogy látták is, hogy hol a kutya, és látták, hogy a kutyát gyakorlatilag lelövik. Akkor nem lehetett olyan messze tőlük a kutya. Igen, látott. Tehát, hogy akkor a vadász nem látta, hogy esetleg a gazda is ott vannak? A másik meg egy vadász, hogy tehát rögtön lő. A vadász hogy lövöldözhet úgy az erdőben, hogy a közelben civilek vannak, ki tudja, hogy nincs a lővonalban valaki. Igen. Tehát ezt remélem, ezt a degenerált állatot jól megmérik. Még nem tudom, hogy fordított helyzetben adott helyzetben a gazdák helyében mit csináltam volna. Hát semmiféleképpen nem fogsz rárohanni egy fegyveres emberre, mondom van. Nem, megvárom, hogy leteszi a fegyverét. Jó, mindegy, egy szó, mint igen, akkor meg közfeladatot ellátó személlyel szembeni erőszak, tehát felejtsd ezt el, önbíráskodás, felejtsd el, remélhetőleg a magyar törvények szerint majd ezt a degenerált állatot megmérik, és jobb idős életben többet nem vehet fegyvert a kezébe, és nem lesz többet belőle vadász, ez ennyi. Na nézzük! Na, menjünk a következő puffognivaló hírre. Következő a helyzet, ugye újítják fel az alkotás utat, vagy legalábbis egy részét, és egy szabályosan parkoló nő lett az alkotás úti BKK-s szivatás legújabb áldozata. A hír a következő. A BKK az iskola kezdésre időzítette természetesen ugye 20 villamos megállónak az átépítését. Most ezt a témát ezt hagyjuk is, bár tőlem erről is lehet persze beszélni. Hát ez is egy agyatlanság, igen. És azóta is ugye óriási dugó van csúcsforgalomban Dél-Budán, így például az Alkotás úton is, ahol a 61-es villamosok helyett például buszpótlók, igen, pótlóbuszok járnak. A felújításnak
egy autós is áldozatul esett. Történt ugyanis, hogy augusztus végén egy hölgy szépen leparkolt 16 éve megszokott helyére az Alkotás úton, majd egyszer csak kapott egy telefont, hogy 15 perce van odaérni az autójához, különben elszállítják. Kiderült, szabálytalan helyen parkolt. A BKK ugyanis állítása szerint minden figyelmeztetés nélkül ideiglenes busz, pótlóbusz megállót telepített arra az útszakaszra, ahol egyébként ő is állt. A nő elmondta, hogy a közterület felügyelet emberei közölték vele, fotókkal tudják bizonyítani, hogy az autója tiltott helyen parkolt, és örüljön neki, hogy odaért időben, különben még a elszállítás költséget is neki kellett volna megfizetnie, így viszont megúszta egy 10.000 forintos büntetéssel. A hölgy hiába mondta el, hogy a BKK semmilyen figyelmeztetést nem rakott ki arról, hogy ideiglenes buszmegállót telepít arra a szakaszra, közölték vele, ha nem tudja fotóval bizonyítani, hogy amikor leparkolt, még nem volt kihelyezve a tiltótábla, akkor hiába fellebbez, biztosan veszíteni fog, és a bírság összege is jóval magasabb lesz. De ki az az ember, aki lefotózza a saját autóját, amikor leparkol egyébként? Kérnék szépen, hogy tér egyébként ezeket a ilyen köztet fenntartós agyalágyultakat is azért így olyan hajuknál fogva húzkodnám végig a saját ízőjét. Lesz-e neked ártatlanság véleme? De ez milyen? Érted? Jaj, de ő is fejpénzre megy a szartartály, érted? Mert ez miből áll, eltépi a csekket, az kész. Vagy nem tölti ki addig egy kis emberség, érted? De hát nincs ezekbe semmi együttérzés, semmi. Ezek mind férgek. Tehát, hogy aki ilyen munkát vállal, már eleve egy ilyen kisebb rendőrségi komplexusoktól túlfűtött marhaláda, aki egy kis hatalmat kap a kezébe, és egy nő most véletlenül pekhére oda parkolt, abban 10 perc, mert biztos vagyok benne, hogy még nem volt ott az a busz megálló, hanem persze, utána tették. Hát logikus, mert nem állt volna ott, gondolom ott lakik, vagy valami. Igen, ennyi. És ugye amikor felújítanak egy utat, akkor ott azt előre szokták jelezni, hogy igen. A fel, meg ugye szokták értesíteni a lakosságot is, hogy akinek igen. Ott parkolás engedélye van. Sőt, tovább még a belvárosban például, mert az egyik ismerősöm a belvárosban lakik, és ott is most felújítás van, ott a szó szerint a belvárosban, tehát a Városház utca és környékén, és ott például egy közeli garázsban, tehát ilyen autós garázsban kapott az ottani lakosság helyet, tehát fizetik nekik gyakorlatilag azt, hogy ott parkolhatnak ingyen magában a parkolóházban. Mert ott is felújítás van, meg filmforgatás, minden van ott, tehát a belváros az mindig szét van. De visszakanyarodva erre a történetre, tehát egyébként van egy tanúság is, amit viszont a cikkben is említenek, és ez egyébként egy teljesen működő dolog, ezt mindenkinek ajánlom, hogy az önkormányzatnál adja le a telefonszámát egyébként, mert ha nehogy Isten tiltott helyen parkol, és tényleg tudják értesíteni, hogy tiltott helyen parkol, akkor elvileg, lehet, hogy akkor is büntetnek, mint ebben az esetben is, de ha időben odaér, ugye a 15 perces szabály az elvileg itt is él, akkor nem szállítják el ugye az autóját. Mert hogyha elszállítják, és egyszer csak mégsem vagy ott, vagy odamész, és nincs ott a kocsid, az ugye cikibb történet, mert akkor logikus módon, mire azt te megtalálod, meg a szállítási költségek, mindent kifizetsz, jóval nagyobb büntetést fizetsz, mint hogyha csak simán. A kerékbilincs is ilyen olcsóbb, hogyha legalábbis annak idején Zuglóban volt egy ilyen esetünk, hogy a szomszéd időben ért le, amikor az ő kocsijára tették le, mert hogy ahol mi 10-valahány éven keresztül parkoltunk a házzal szemben a patakparton, ott hirtelen valakinek valószínűleg a házból sejtjük, hogy ki volt, szégyellje magát, elkezdte csípni a szemét, hogy mi ott a patakparton parkolunk, meg így többen a házbeliek, ugyanis nem volt a környéken több parkolóhely, közel, nem tudom, 200-300 méteres sugarakörben sem. És a szomszéd időben leért a saját kocsijához, őnál még pont nem tették fel a kerékbilincset, édesapám kocsijára éppen akkor kattintották föl, állok már a fickó elő, mielőtt fotóznál, állok elő, hogy ne fotózzon, szedje le, fizetünk akármi, de ezt felejtsük már el. Nem, mert most már felkerült, klikk, mögén bekattintott, és most már benne van is dupla memóriakártya, és ebből nem lehet csak úgy, és nem lehet izése. Itt olyan izé, ez a fényképezőgép, nem lehet kitörölni, töttörö. Hogy tökörúgtam volna egy mozdulattal? Na itt viszont elszabadult volna. A lelki világát kicsit helyre tettem az úrnak. Megkapta a rohadt pénzét, el is mondtam, hogy mire költse. Meg egyéb más dolgokat. De az tényleg, tehát könyörgöm, emberség legyen már, meg ész. Csak egy pici. De az hiányzik sajnos az emberekből. Igen, mondom, az a nekem a tehát BKV mindenki csak ellenőrnek, a közterület fenntartók, meg ezek, ez egy olyan különleges állatfaj. Vagy nem parkolőr, hanem parkoló ellenőr. Parkoló, ezek olyan különleges állatfajta, hogy az ilyen, ahogy a kedvenc tanúr kollégánk Svitek mondja, nekem az egy köpet. Tehát egy köpedelem.
nekem az kész. Jó, Zoli, oké, csak hogy azért nem bántozok az embereket, mert biztos, hogy ott is... Én még nem találkoztam, félmondom, nincs kivétel, sajnos én még a büdös életben nem találkoztam megértő, emberséges, közterületessel, parkolóval vagy bérkával ellenőre. Tudod, miért voltak velem szemben emberségesek, ha emberségesek voltak? Mert 30 kilóval nagyobb voltam náluk, azt azért. És akkor visszaéltem a fizikai kinézetemből sugallható következményekkel, és még mielőtt esetleg valamit tett volna, egy hangosabb hang megemeléssel esetleg elállt adta a szádékát, hogy teljesen jogtalanul valami büntetést kiroljon rá. Amikor meg megkérdezik tőlem, hogy milyen érdekes, mindjárt hogy én meg ilyenekbe futok, na én meg azért, mert nem vagyok százvalahány kiló. Na ennyi. És csendes hangszak. Van egy telefonálunk. Halló. 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 Szia. Halló, halló. Halló. Szia! Szia. A kollégák biztos elmondták, hogy a tévét halkítsd le teljesen, vagy az interneten hallgatsz minket, és a telefonban elvileg kell, hogy halljál bennünket. Na halló, sziasztok! Zoli szia. Vagyok. Igaza van a Zolinak, hogy ezek nagyon nagy... Igen? Ezek szerint nem mondták el a kollégák. Jó, de mondták, csak nem halkítottam el. Sziasztok! Igen. Zoli vagyok. Igen, sziasztok! A Zolinak igaza van nagyon, mert ezek nagyon férjes ezek a patkányok. Mert történt egy eset, volt két ilyen szerencsétlen csöves. Igen, igen. Kettő kutya, egy kutyájuk volt nekik, és ketten kimentek, meg akarták venni a kiskutyát. Nem adta el 2000 forintért. Erre visszamentek hárman, mondták, hogy adnak 5000-et. Nem adta oda 5000-ért se. Egy fél óra múlva ugyanaz a három visszament, és elvitték ingyen a kutyát, azt mondták, elkobozzák tőle, mert nem tarthatnak kutyát, mert ők hontalanok. Uh-huh. Úgyhogy mit szólunk az ilyenhez? Ez tényleg hogy szabad-e nekik ilyen csinálni? Nem. Az ilyen ember mint féreg. Ez kicsit ennyit talán. Szerettem volna mondani. Köszönjük szépen, hogy elmeséltél nekünk. Egy érdekes jellemrajz egyébként, igen, tehát hogy ez egy érdekes jellemrajz ezekre. Sajnos nem egyedi eset egyébként, hogy a leggyengébeket vegzálják. Ugye már többször megbeszéltük azt, hogy még véletlenül se a 120-30 kilós kigyúrt kopasz, nagy darab, esetleg bármelyik etnikumhoz tartozó fiatal emberekkel baszakodnak, akik mondjuk üvöltöznek, sörös poharakat dobálnak, stb. Hanem oda mennek mondjuk az idős nénihez, aki egyedül áll és mondjuk sütit árul. Vagy oda mennek a csöveshez, elveszik tőle a kutyáját, vagy oda mennek a fiatal lányhoz és baszakodnak vele. Tehát, hogy mindig az árta, és ha ugye ketten, hárman, négyen csordába, csapatba verődve, mert egyedül gyáva, mint a szar. Tehát ez, mondom, de nekem, én nem találkoztam még egyeset. Tényleg tisztelet a kivételnek, de nincs. Tehát soha. Nem mondj ilyet, hogy nincs, mert biztos van. Tehát nem, általános, Meseországban. Azt mondod, hogy valaki elmegy parkoló őrnek, mert éppen ezt a munkát találta, mert, vagy tök mindegy. Nem parkoló, várja, a parkoló, az nem ugyanaz, az a fizetős akkor parkoló. Akkor tök mindegy, akkor közterületfelügyelőnek. Hát most meg kellett nézni, hogy közterületfelügyelőnek egyébként mi a feladata. Nem hiszem, hogy csak az, hogy vegzálja jó népet. Lehet, ahol van a lóvé. Nem, igen. Ez emberi kérdés. Tehát vannak parasztok, és vannak normális emberek. Ez nem a foglalkozás kérdése szerintem, hogy egy általánosságban azt mondjuk egy köztelet felügyelő, hogy most mindegyik azért paraszt. Most miért? Ezek között szerintem nincs normális. Jó, oké. Na, ezt az általánosítást hagyjuk, mert erre pattanak. Akkor hagyjuk a kitétet. Egy akadhat, reméljük. 99%-ok nem, és 1% a vendégek. Oké, akkor gyűlöljétek a köztelet felügyelőket, tényleg. Sőt, sarkaljuk, csináljuk a népszavazást. Nem gyűlöljük, csak reálisan látjuk. Hát, akkor... Jó, mindenki fogadjon be egy közterület felé. Jó, rendben. Ez a kérdés egyébként. Na mindegy. Köszönjük szépen. Elhatárolom. Köszönjük szépen. Na, én azt gondolom, hogy te most ebben megint próbálsz ugye egy ilyen kicsit ilyen jaj, ne általánosítsunk. De hát igen. Fél, az ember az tapasztalat alapján hoz döntéseket, vagy tapasztalat alapján alkot véleményt. Igen. Tapasztalat alapján tanul. Zoli, szükség van a közterület felülőkre? Nincs. Nincs. Szerintem meg de? Nem. Nincs. Szükség van a BKV ellenőkre? Nincs, takarodjanak. De miért ne? Hát blitzel a fél ország. Hát, fél, háromnegyed ország. Várjál, annak idején a beléptető kaput ott nagyon jól tesztelgették a Corvinnel. Igen, igen, hát ez egy kérdés, hogy infrastruktúrálisan nem, nincs ez meg megoldva. Lehet, meg lehet oldani. Hát oldják. Akkor mi a pék, számoljuk már, hogy mennyibe bocsánat. Kerül, várj, annak idején, amikor a BKV-nál keletkezett egy rohadt nagy hiány, mire jöttek rá? Hú, egy csomóan blitzelnek, mit csinálnak? Nem lejjebb nyomjuk esetleg a jegyárakat, hogy a csóró ki tudja fizetni, hanem, vagy esetleg nem kapukat telepítünk, ami nyugaton mindenhol máshol működik, vagy esetleg különböző területi bérleteket hozunk létre, vagy esetleg viszonylatbérleteket. Nem, fölveszünk egy rakat trollt. Tudod, mi ennek az? Hát nem a trollsága van, munkahelyteremtés.
mert Magyarország, Magyarországon olcsó munkaerő, olcsó a munkaerő Magyarországon, kell, hogy legyen munka, olyan emberek, olyan dolgokat is, embereket kell dolgoztatni. Ez megint tűnetik 20-30-50-60 ezer forintokból. Tudod, mire hasonlít, ez a fejlődésnek a gátja. A római birodalomban minden adott volt, mondom, a római birodalomban minden adott volt ahhoz, tudományos tudás tekintetében is, hogy gőzgépekkel üzemeltessék például a nagy kapukat, amiket rabszolgák nyitottak. És tudod, miért a rabszolgák nyitották? Mert olcsóbb volt, mint a gőzgép. Tudod, hol tarthatna a tudomány, hol tarthatna a világ, ha már a római birodalomban elkezdik fejleszteni a gőzgépeket ennek a gondolatnak az örvén, hogy a kapukat jól ezzel nyitogatják. Tehát az, hogy nem telepítünk elektromos kapukat, hogy nincsen olyan csippes fasz, amivel föl tudsz szállni a buszra, vagy nem? Érted? Uh-huh. Vagy nem tudsz felszállni, mert miből áll az meg az ajtónál betenni a lyukba a jegyedet? Semmiből, és nem hát ez mindenhol normális, sőt tovább megyek, vannak olyan vidéki, hát a Magyarországon más nagyobb városok, ahol egyébként ez működik, sőt, még ha jól emlékszem, itt a gumiszalal beszélgettük róla, hogy valahol bevezették, pont, igen, és eltörölték! Igen. Tehát mégis azt mondták, hát hagyjuk, nem, hagyjuk, inkább legyen jó, hogy csak ellenőr. Tök jó, működött, eltörölték. 21. század, egy másodperc, csak hagyd vezessen még két mondatban az analógiámat, hogy miért tart itt ez az ország, ha már ugye a szétloptákon kívül olyan rég hallottuk ugye azt is. Hát ezért, mert olcsó munkaerő vagyunk, itt kell, munkahelyeket teremtünk, ilyen olcsó munkahelyeket, mert lehet ezt mondani, hogy ez az olcsó munkahely, mert nem hiszem, hogy olyan túl sokat keres. Improduktívben nem történik semmilyen pontosan, termelés, nem történik termelés, kézbenfogott dolog nincsen a végén. És akkor csodálkozunk, hogy egyébként munka annyi lenne, mint a szemét ilyen. Tehát ezek a pénzek, amiket ezzel lehet keresni, kénytelen az ember elmenni, ha már nincs más munka, mert nem annyira képzett vagy, kénytelen egy ilyet elmenni, elvállalni egy ilyen munkát, ezért most belemegy abba, hogy őt utálni fogják, meg stb. De az egész országban ez van. De mert talán aki viselkednének, aki... hogy ne utalják őket. Tehát próbálj meg úgy. Na de ha így működik az ország, így működik az ország, de tud másképp viselkedni. Egyszerűen ez ilyen szakma. Tehát, hogy most basszus, ha... Tehát most nekem mi bajom az ellenőrökkel? Semmi. Van jegyem, akkor nincs bajom az ellenőrökkel. Meg miért kötne belém az ellenőr, a jegyem. Azokba köt bele, akiknek nincs jegyük. Tehát, hogy... Jó, meséltem, vannak kivételek, meg tudjuk, meg igen, meg túlkapások, meg stb., de általánosságban... Hallod a BKV figyelőt. Érdekes. Jó. Viszont van egy... De nem mondhatom el a konklúziót, mert beleszóltatok. Konklúzió. Hogy ugye az emberek nagy része miért megy el külföldre dolgozni? Mert hülye. Az, nem. Azért megy el, mert mondjuk 3-4 szál ennyit keres. És itt meg nem marad senki, csak az ilyen munkákra maradnak emberek. Meg hogy lekapcsolják a villanyt. Tehát ezért tartunk itt. Mert Magyarország olcsó munkaerő, igen. Tök jó. Nem igaz. Ezért tartunk itt. Nem. És akkor ugye a kérdés az, erre is egy tök jó cikk volt a múltkor fönn egyébként a neten, hogy miért van az, hogy, csak kimegyünk az osztrákokhoz, és egy bolti eladó 5-ször annyit keres kint, mint mondjuk itthon. Azért, mert egyszerűen ott olyan a szint, és olyan szintre föl tudják hozni a fizetéseket. Itt sose lesz olyan a szint, vagy legalábbis nagyon soká lesz olyan a szint, nem fogják felhozni a fizetéseket, sőt, még így is vonulnak ki inkább a multik, mert már ez is sok, amit itt fognak, vagy itt kéne adni nekik. Tehát, hogy na, most próbálkoznak, ugyan? Halló! 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 Na, én Attila vagyok, Wendyvel már ismerjük egymást, az ő műsorába szoktam skype-olni általában. Az általánosítással kapcsolatban szólnék hozzá, mégpedig azt nem hallok benneteket, csak látom, hogy mozog Wendynek a szája, de semmit nem hallok, na mindegy. Annyit szeretnék mondani az általánosítással kapcsolatban, hogy én mindenképpen a Wendynek adok igazat, még akkor is, hogyha valamilyen szinten a Zoli gondolataival is tudok azonosulni, ugyanis a helyzet az, hogy igen, a tapasztalat, stb., ahogy a Zoli mondta. Na de most mondok egy nagyon egyszerű példát. Ha én megyek mondjuk egy taxival valahova, és tegyük fel, hogy kifogok egy olyan taxisofőrt, aki egy olyan tarifát rám szóz, hogy a faladja a másikat, mert én nem értek a árszabáshoz, és át lehetett vágni a fejemet, csak egy példa, akkor innentől kezdve arra kell számítanom, hogy minden taxisofőr ilyen, és a legközelebbi is ekkora gazember lesz.
És igen. Ez egy remek példa volt. Sajnos. Remélni lehet. Én nekem, hála Istennek, több tapasztalatom is van. Nekem is, hogy a Zoli hevesen volt. Nekem a hétvégén volt egy jó tapasztalat. Gondolom, hogy ez nem így van, ugyanis én megtapasztaltam már ezt a verziót, amikor a másik taxisofőr az viszont állatira rendes volt, és utána a következő is, meg a harmadik, meg a negyedik is rendes volt, majd egy ötödiknél lehet, hogy megint belefutottam egy olyanba, aki pont azt mondta, hogy a kevesebb, mint egy kilométerre lévő kórháztól a beteg édesanyámat, kevesebb mondom, tehát nagyjából bő fél kilométerre lévő kórházból, a beteg édesanyámat a beállóból, mit tudom én, 1000 vagy 1500 forintért nem volt hajlandó elvinni a lakóházunkig, ami körülbelül egy olyan lett volna talán 2 perces út. Talán. Remélem, hogy az ő édesanyját ahogy, is hasonlóan szereti. Menjek már én annyiért valahova, még ugyanezt, meg ennél hosszabb utat más simán. Simán feléért. Tehát nagyon embere válogatja, és ugyanígy van ez szerintem az ellenőrökkel is, hogy persze a jegyellenőr is lehet olyan, úgy mondom, ahogy gondolom, pofátlan, meg mit tudom én, meg olyan nagy arc, meg mit tudom én, tényleg lehet olyan, de azt gondolom, hogy általánosítani nem lehet, mert én bizony mind a kettővel találkozok. Magyarán a bunkóval is, és az állati rendessel is. Tehát ha én alapból azt feltételezem, hogy csak azért, mert egyszer átverték a fejemet, onnantól kezdve mindig átfogják, akkor tulajdonképpen én vagyok a rossz indulatú, mert ezzel én minden embert ledegradálok abba a, hogy mondjam, tehát az életnek abban a szférájában én minden embert ledegradáltam. Csak azért, mert egyszer egy emberrel volt egy rossz tapasztalat. Oké, okay. Attila, köszönjük szépen, hogy hívtál minket, és ezt elmondtad. Jó műsor. Hello, hello, köszönjük. Az alapvető probléma igazából ezzel az, hogy a taxisofőrök ugyebár egy szolgáltatást nyújtanak. Ennek mentén az lenne a normális, hogy ne nagyon találkozzunk tahó, átverős, bunkó, akármilyen negatív taxisofőrre. És itt jön a probléma mindenhol. Az, hogy mondjuk 5-ből 1 az egy borzalmasan szar arány. Tehát az sem lenne elfogadható, hogyha mondjuk 10-ből 1. Nem. Hát ők egy tudjuk, hát meg látjuk az egész köré épített, ugye az egész mafiát. Uber, meg nem tudom, ugye kérdés is, ami most van, meg most rászállnak egyébként a telekocsikra is, meg mindenre, most ez a legújabb, azt tehát mindegy. Van nekem is hétvégére vonatkozóan pont egy taxis tapasztalatom. Nagyobb társasággal mentünk, 2 taxit kellett hívni, az egyik taxis kijött, beszállt a társaság egyik fele, elindultunk, mert hogy megvárjuk a másikat, mert egyszerre jönnek ki, de nem, oké, induljunk el, mert a másik taxis még direkt megkérdezte is, hogy hol van. És azért, hát nem találok oda, itt vagyok, a nem tudom hol, hol van innen a izé, és így a taxiba. Csak, hogy mondja neki, a következő utca, ugye a másik taxis rádió mondja, a következő utcánál lesz. De melyik, meg hogy, most lefelé vagy fölfelé a piachoz közelebb, vagy izé? Bazd meg GPS, a kurva nénikélet, és így üvöltötte neki a rádióba a csávó. Hát kapcsolja azt a kurva GPS-t, hát megadtuk a pontos címet, hogy hova kell jönni. A rádión kérdezze már meg, hogy hány utca még. Hát nem ismeri a GPS-t? Hát először is minden kocsiban van meg kötelező. Tehát, hogy nem értem. Tehát ezt nevezzük szolgáltatásnak. A kedvencem, amikor rendelek egy taxit, azt mondják, hogy körülbelül negyed óra 20 perccel későbbre. Mondjuk azt mondom, hogy negyedkor hívom őket, félre legyen ott. Tudják teljesíteni? Igen, tudják teljesíteni. Majd 3-4-kor fölhív, hogy negyed órán belül nem fog tudni oda ilyen jönni taxi. Ilyen is volt. Köszi! Én nem tudom, mi volt a hétvégén, de nem lehetett taxit rendelni. És ez nem az első olyan hétvége, hogy 3 taxitársaság föl se veszi, a legnagyobb taxitársaság föl se veszik a telefont, majd nagy nehezen pár próbálkozás után fölveszik, és közlik, hogy nem tudnak autót küldeni. Na ezért nem iszok én sohasem, mi van? Inkább autót vezetek. Uber az mindig 5 perc alatt ott volt nekem. Most ezt miért kellett kiszedni akkor ebből az egész körforgásból? Mert férgek. Mert ők odaértek. Mert tetvek. Mint a taxisok. Jó, figyelj ide, mondom, nekem kibővíthetjük a taxisokkal is. Én tisztelet, aki mindenki biztos van rendes taxis, biztos van BKV ellenőrből is rendes, biztos van közterület fenntartóból is rendes, meg egy csomó más olyan ilyen hányinger szakmát képviselő embernek is van. Biztos Zoli. Van köztük rendes ember, de hogy én még a büdös életben nem találkoztam egyel, se az is biztos. És én tapasztalatból... Taxisofőrrel találkoztunk. Igen, a Robert De Niroval, de arra is kiderült, nem, hogy jó. Nem, aki karácsonykor vitt minket. Ugye vagy van. Aki például karácsonykor vitt minket, meg a másik. Igen, kettő egyébként egy fecske nem csinál nyarat, másik szabály
szabályt erősítő kivétel. Tehát, hogy azért mondjuk, hogy tényleg most egyszer életemben találkoztam egy rendes taxisofőrre, tehát Elég sokat járok taxival, tényleg egyébként, ahogy az Attila mondta, 5-1 az arány. De tényleg, ez nagyjából egyébként tök reális. Tehát 5 taxisból egy bunkó, az mindig így van. Tehát ez nálam is ugyanez az arány. Na, én erről nem tudok hála az égnek beszámolni, mert én 1000 évben egyszer megyek taxival, mert inkább gyalogolok, mert ugye a BKV-t sem nagyon csípolom. Én mindig teszek. Lemerül a kártyával szeretnék fizetni, de hát biztos, mert hogy elég szar a terminálom, meg... Mi van, bazd meg? Hát, nem fizessek, hogy nincs nálam más. Nem tud trükközni vele azért, hogy ez az trükközés. Meg mindjárt lemerül, meg nem tudom, meg... Bazzek, hát hogy indultál otthon, meg nincs tölti meg? Egy tízesebb próbál az ember fizetni, és úgy néznek rá, mint egy véres rongyra. Az más, az simán egy boltban is van ilyen. Tehát nem tud de visszaadni. De könyörgöm, egy taxi. Tehát azért jó. A taxi az nem szokott mondjuk 25 forint a számlát kiállítani. Nekem barát, tehát baráti körömben is van olyan ember, aki parkoló őrnek, hát vagy ilyen parkoló ellenőrnek, parkoló ellenőr, azt hiszem így hívják őket, nem parkoló őr, hanem parkoló ellenőr. Vagy hát igen, még őrizni nem őriznek, nem, nem őriznek semmit se. Mindegy, de pont ez a... őnek is a még a mundét becsületét sem. Hogy fogalmazzak, a proletár diktatúra keményebb arcát mutatja olyan kontán, amikor ő munkában van, mert egyszerűen ugye visszafele is ezt kapják. Ez egy öngerjesztő folyamat. Igen. Én meséltem már a történetemet, ugye, hogy volt egyszer, mert nem nagyon beszélgetek ezekkel, semmelyikkel, és én nem szeretek kommunikálni, de mármint így, ilyen formában ővelük, és volt egy olyan, egy német rendszámú, ilyen próbarendszámos autó volt nálam kölcsönben, és próbáltam, ugye meséltem, és akkor ottan elkezdett ott emberkedni, és akkor ugye csúnyán rá kellett kiabálnom, a csávó meg is őszült szegény, meg ilyet, meg mondom, mutasd meg, bazd meg! És akkor értem, megmutattam, mert nem akarta megmutatni, hanem ő arcoskodott, érted? Tehát ő neki ott volt valami véleménye úgy, hogy ő azért van, hogy én tudjam fizetni a parkoló díjat, én nekem szándékomban általán, de ott jó pofizott, nem tudom. Meg izé, de örülhetsz, hogy nem vágtalak tarkon, te hülye gyerek. Na mindegy, szóval hogy az a lényeg, hogy én akkor is megtapasztaltam azt, hogy egyszerűen nem tudsz ezekkel az emberekkel úgy be, ha úgy mész oda hozzá, hogy jó napot kívánok, elnézést, akkor rögtön alárendelted magad, akkor ő rögtön izén van. Igen, hogyha te egyenrangú partnerként sok a képe, hogy itt látszódjon a szét nagy fejem. Úgy, igen, köszönöm Péter. Igen, tehát hogy ő rögtön akkor fölét helyezi magát, mert hogy te alárendelted magad azzal, hogy jó napot kívánok, elnézést, mert intelligens voltál, és ezek, sajnos is mondom, BKV ellenőr, parkolóőr, közterületfenntartó nem ért a szép szóból, tehát nem is, de mondom, várjál, az ügyfélszolgálatos az okmány irodában és az önkormányzatnál sem. Tehát én megpróbálkoztam, jó napot kívánok, elnézést, de akkor senki vagy, akkor te alárendelted magad, akkor téged, ilyen tépjen egy sorszámot, jó, csak azt kérdeztem volna, és akkor hirtelen megérti. Nem látja, ki van írva. Igen, na, és nálam körülbelül egy harmadik mondatig van az, amikor normálisan próbál kommunikálni és intelligensen kérdezni, hogy nem elpattan a gyógyszer, csak akkor ugye föltekem a hangerőt, és akkor hirtelen nekem lesz igazam, mert általában nekem szokott igazam lenni az ilyen helyzetekben, és nem azért, mert megverem, hanem azért, mert nem hülyeséggel szoktam oda menni ezekhez. De, tudod, hogy nyilván hozzá van szokva sok degenerálthoz, és engem is úgy kezel, mert én intelligensen oda mentem és kérdeztem tőle normálisan, ahogy egy ember, jó napot kívánok, ugye napszaknak megfelelő köszönés, ugye, tehát ezek, az a legtöbbször vissza se köszön, ki van érve, eltöröm a kezed, amivel mutattál. Tehát, hogy nem utogass, nem válaszol a kérdésre. Ilyen történet sajnos. Tehát, na, az emberek ez, a boltokban is hogy kezelnek az eladók? Tehát, igen, gyönyörű az. Máshol kinyalják, tehát külföld, most megint külföld, meg ez is általános, hogy külföld kinyalják a picsádat, meg itt ez sem igaz. Nem is kevéd cippapírt venni odakint, tényleg tök jó, elmész vásárolni és kinyalják a picsádat. De nem, de tényleg, tehát, hogy azért, tehát, hogy ő van értünk. Bőrbarátom az, nem? Tehát, hogy én vagyok a vevő. Halló, én vagyok a vevő, belőlem élsz. Nem az olyan bőrbarát, nem? Tehát, hogy ugye a papír az kidörzsöli, de hogyha elmész vásárolni és kinyalatod popit, akkor ugye az bőrbarát, nem? De hallod, hogy nyár tele van mindenféle ilyen izékkel. Étteremben, tehát figyelj, bunkók, idióták, alkalmatlanok, ideges ember, mindenhol vannak. Ennyi. De én azt gondolom, hogy a munka az arról szól, hogy akkor az embernek megfelelően ott csinálni kell a dolgát, és kész. És nem az, hogy mondjuk neki rossz kedve van, akkor úgy bánik az emberrel, hogy azért, hanem tessék normálisan hozzáállni. Fán a szolgáltatásiparba, hát hiszen ezekből él. Yeah. A vevőből,
Ne legyetek tirpák. Egyébként a vevő oldalon is megvan az étek, most voltunk ugye a... Persze nem a főnökéből ilyen, tehát persze. Egy régi helyen voltunk, ahol régen még mi is forgattunk, aztán más lett belőle, és hát Kovaszki meg a Vega koncert volt, nem mondom a hely nevét, mert már ugye programájának nem fér be, mert már, már pár nappal ezelőtt volt a helynek, meg nem csak reklámot, de mi régen forgattunk ott, de akkor még másképpen hívták a helyet. És ott ugye úgy van valami oknál fogva, hogy az egyik pultnál lehet kapni az italokat, és tőle 30-40 méterre a kaját. Uh-huh. És ugye hát ez egyértelmű is, meg hogy rögtön ki is derül, de hát azért a vevő közönség között sem kell túl messzire menni a barmokért, és ugye beáll a sorba az ember, kéri a kaját, és mondja, hogy hát inni is szeretne. És hát ugye a hölgy, és intelligensen mondta neki, hogy hát nem itt lehet, hát az a szabály, hogy ott. És akkor csávó elkezdett az alkalmazottal hőbörögni, hogy ez milyen hülyeség. Valóban az, de baszott. Főleg a 20 méteres sorát az ki van, végig az ember. Ki van írva, a hölgy meg tök intelligensen. Tehát nem azt mondta neki, hogy hanem azt mondta, hogy elnézést, uram, itt az a szabály, hogy ott a... Tehát normális. Hogy ott mondogás lesz, hogy... Igen, tehát hogy ez oda-vissza megvan, sajnos az emberek rettenetesen primitívek. Persze. Úgyhogy igen, türelem kell. Na még egy téma nagyon gyorsan, mert még van egy pár percünk. Ez a... Múlt héten beszéltünk ezekről a plakát, meg ellenplakát kampányokról, ugye? És hát úgy néz ki a történet, hogy sorra tűnnek el a magyar kétfarkú kutyapárt plakátjai a budapesti közterületekről, a pártnak többek között a Blahlújza térről, a Bartók Béla útról és a 6. kerületből jelentették, hogy valakik állítólag az önkormányzat utasítására dolgozó közmunkások leszaggatják az érvénytelen népszavazásra buzdító közösségi adakozásból kihelyezett plakátokat. Na! Az önkormányzat nem cáfolta egyértelműen, hogy azt a feltételezést, hogy szervezett plakát eltávolításról van egyébként szó. A hivatal a 2013-as népszavazásról szóló törvényt idézte, aminek a 69. paragrafusa szerint országos népszavazási kampányidőszakban politikai reklámot a kezdeményezés szervezői, továbbá a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de az országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok tehetnek közzé. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt az alábbiakat reagálta erre, mert ez nettó baromság. A Terézváros önkormányzata nem ismeri a törvényeket. A népszavazási törvényt általuk hivatott szabálya a politikai reklámokra vonatkozik. A választási eljárási törvény és a média törvény pedig egyértelműen kimondja, hogy a politikai reklámnak csak a tévében és a rádióban futó hirdetés minősül. Plakátolni a törvények szerint népszavazási kampány idején is bárkinek joga van. Sajnáljuk, de a választási bizottsághoz kell fordulnunk a 6. kerület megtévesztő tájékoztatása miatt. És akkor most mi a fasza? De komolyan, tehát most tényleg? Hát, mi lenne? Kedves tévénéző gyerekek! Az, hogy azért a magyar kétfarkú kutyapártnak, hogyha ebben most igaza van, akkor olcsóbb lesz a kenyér. Nem. Ki a rákot érdekel? Október 2-án el fognak menni az emberek, szavaznak igennel van, vagy nem mennek el. Kit érdekel, hogy ők mit vergődnek egy ilyen 23-rendű törpepárt? Hagyjuk már. Ez nem párt. De a kétfarkú kutyapárt az egy párt. Jó, okay, jó, akkor lehet, hogy párt ebből a szempontból. Párt. Most nem ez a lényeg. Indultam a választásokon is. Jó. De most, tehát önkormányzati szerveződésből leszaggattatják a plakátokat? Tessék meg. Bezek a plakátokat szemben. Hát meg is fogják, nem erről van szó. De most nehogy már egyiknek lehet, másiknak nem. Tőlem vagy azt mi? Ragaszgat ki oda is, amikor is, aki is, ahogy akar. És ráadásul hivatkozik egy olyan dologra, ami nem is úgy van, tehát hogy... Jó, mert ez az első a történelemben, hogy egy ilyet csinál. Na bocs, jó van, nem. Én azt gondolom, hogy ez vihar a biliben, ez is nevetséges, meg a 6. kerületi önkormányzat is hozzáállása is nevetséges. Az egyik nem tudja, hogy milyen mély torokkal szopkodja a regnáló hatalom farkát, a másik az meg nem tudja, hogy a két farka közül most melyik csóválja a kutyát. Tehát ennyi. Idióták ők is, ha azt gondolják, hogy ezzel bármit is elérhetnek. Mi haszna van bárkinek is abból, hogy ők most érvénytelen népszavazásra buzdítják az embereket, akkor mi lesz? Mi? Tudod, mi történik, hogyha valami... Mi haszna van? Ugyanaz a propaganda, ami a másik oldalról megjön. Elárulok, elked egy tűt. Van, akinek ez nem tetszik, miről neki, és ezért tesznek ellen. Jó, fia, hallgass már, hallgass ide, figyelj ide. Arra buzdítják őket, hogy ne menjenek szavazni. Ugye erre buzdítják őket? Például. No, nem mennek el szavazni. Szerinted, hogyha a regnáló kormány akarna csalni a szavazásokkal, nekik nem az a jó, hogyha a hülyék nem mennek el. Hát akkor beixeli a nemet, az kész. Ott van egy csomó üres papír, tök jó. Na, azt nem lehet. Ó, hát ilyen sose történt még meg. Seha. Ilyen sose. De az gyanús.
de hogy gyanús. Úgy is tudjuk, hogy az országnak a nagyobb része nemmel fog szavazni, és nem azért, kedves fideszes politikusok, mert titeket jobban szeretnek, hanem azért, mert azokat jobban utálják. Tehát ilyen egyszerű. Jobban utálják. Ez logikus. Igen, a menekülteket jobban nem szeretik, mint titeket. Titeket se szeretnek, de a menekülteket még jobban nem szeretik. Azonban ez tényleg így lesz. Ilyen egyszerű. Tehát a Fidesznek abban reménykedni, hogy ezzel a népszavazással fölmérheti, hogy neki milyen a támogatottsága éppen most a szavazók körében, orbitális hiba. Nem, hát ezt érezzük, hogy ez nem erről fog szólni. Nyilván nem. De persze a babérokat leavatják, vagy leavatják majd. Az egyik nagyobb párt ezt megfejtette, hogy azért ne menjenek el az emberek, vagy ha elmennek, szavazzanak érvénytelenül, mert különben, hogyha megfelelően szavaznak, azzal is az Orbánnak a hatalmat növeli. Hát nem, de az, hogy az EU-ból kibasznak minket, azt de törelik. De basznak ki minket. De jó, mindegy. És akkor minket kibasznak, a többiek meg majd kilépegetnek. Ez egy olyan lavinát, szerintem a Brexit után most még egy tag elmegy, szóval akár kirúgták. Szerinted az EU mer ilyenek kibaszakodni? A görögöket nem rúgták ki. Válságban mi mentünk a döntéshozatalban az élen. Igen. Ráadásul, hogy mi voltunk azok, akik a regisztrációt is csináltuk, tehát mi törvényesen végrehajtottuk a ránk rótt feladatukat, regisztráltuk ezt a sok embert, ellentétben a görögökkel, akik Ken keresztül bejöttek ide. Tehát miről, és a görögöket nem baszták ki az EU-ból, amikor csőrbe mentek, és nem tudták fizetni az izéket, a tartozásaikat. Hagyjuk már. Tehát hol rúgnának minket ki, miért nem eszik olyan forron akár. Másik meg azért ne tapogatózunk, ugye a regnáló dicső pártunk és kormányunk és vezetőnk ügyesen kufálkodnak ugye a állampolgárságot biztosító kötvényekkel. Persze. Tehát hogy azért, és ugye most volt abból egy botrány, hogy valami orosz bűnöző és állampolgárságot vett, mert hogy valami nem tudom milyen adóparadicsomban szerzett erkölcsi bizonyítványt lobogtatva jött meg, az kiderült, hogy Oroszországban meg adócsalásért, bár letöltendő börtönbüntetés miatt körözik az illetőt. Tehát, hogy az itt is vannak ugye furcsaságok. Tehát attól ne féljen senki se, hogy esetleg az, hogy a menekülteket a kormány nem akarja befogadni. Persze, tehát ezeket a menekülteket nem is, mert ezek csórók. De az, amely ki tudja fizetni, az milyen jó. És ugye azok sem maradnak itt hála az égnek, hanem takarodnak tovább az EU-ba, mert ugye szerencsére mi nem vagyunk elég jók nekik, hanem húznak tovább a jobb élet reményébe, mit tudom én, a Németországban, meg a különböző skandináv országokban. Hála az, kapnak étkezés házat. Így is, Isten tartsa meg a jószágásukat. Tovább. Ahogy a rohamosztagosok. Ne cserszék már szét. Finnországot hagyják. Tovább. Na jó, van. Érdemben nem érkezett több hozzászólás, úgyhogy zárjuk a mai napot. Itt mi volt, kérem szépen. Elég finoman megosztuk ezt a migránsozást az alányra. Nem, mert már uncsi. Én is azt mondom, uncsi. Legyen meg ott szóval másodikán a népszavazás, aztán tovább. Aminek semmi értelme nincs, de mindegy. Jó, legyen. 8 milliárdért. Jó, szevasztok, köszönjük a figyelmet. Eddig tartott már a gumiszoba. Természetesen jövő héten folytatjuk, ha minden jól megy. Jó éjszakát!